Mizu? Nem sok. Milyen talót vettek? Á, hüvelyt azt hiszem. Hüvelyt? P10 vagy a faszom tudja mit. Azt hittem valami itthoni XR-es maxot, vagy a faszomat. Á, persze. Minek bazmeg. Na, dobtatok fát? Na, majd jövő héten, úgyhogy aludtam. Jetsz, délbe keltem. Amúgy is mire fölkeltem, akkor hitt a fatert a darus, hogy már kurvára hazament. Megcsináltak mindent. Ez mi volt, bazd? Nézd meg a streamet. Merjö. Faszom, valamiért két szó közt rak a billentyűzetem folyamatosan. Na mindegy. Menjünk? Juhász Patkány Tamás. Menjünk játszani. Talán. Gondolkodtam rajta, hogy később majd elhatozok is. Mi? Gondolkodtam rajta, hogy később kéne elhatozni is. Nem, nem rankedezni, csak izi. Sima a kasu. Trókodni egy picit, hogy a fasz tudja, megjött hozzá a kedve. Jó, neked. Ja, céltek a mínusz hatót. Ja. Csak már nem bírok egész nap ezzel a hokival játszani. Egy idő után már tököm tele van ezzel a Battle Royale-la. És le van töltve a Black Ops 2 is, lehet, hogy azt is veretem, majd nem tudom, még eldöntöm. Deal 500 damage to enemies. Enemies! Enemies! Talával kell még 97. Én vej már meg, főrúglak. Ilyen pofont kapsz, geci. Hívtalak, az baszol elfogadni, teretek? Magyarázz inkább Reddit-lébe. Amúgy ez a bónusz 0%, ez mi a geci faszom? A nevünk mellett. Hogy lehet bónusz szedni? Gondolom mindenféle faszom csomagra kéne előfizetni, aztán akkor kapna. Szokásos hely, nem? Ja. Ja. Csinálja már, már fölrugom. Nekem is 99%-on áll. Amúgy ilyenkor azért nem tölt be, mert megvárja az összes játékost, hogy mindenki egyszerre dobjon be a izéhez, a maphoz. Az, az geci. Ez olyan, mint amikor annó BF4-eztem, public szeru, és ott tudni élik, hogy a helikoptereket meg a jeteket viszik, mint a cukrot a kör elején. Az be volt makrózva az egérre, hogy a makrógombot mikor lenyomtam, magától elkezdett kattingatni másodpercenként 50-et, és csak amikor újra lenyomtam, akkor hagyta abba. Kiválasztottam a helikoptert, és a spawnolásra ráhúztam a makrót, geci. Ne vigye el senki.
azt a cigányt. Azt mondjuk olyan 10-ből 10-szer én vittem el a heliket. Attól függetlenül, hogy a legelső fának neki tettem, jó. Úristen. Nem, nincs itthon senki, kezdtünk ott sikajtozni. Tetszik a 2,5 dolláros sapkám, te köcsög? Szóld ki a sapkádat, a pisztoly meg fordítva van a kezembe, gecina. Az milyen bug? Van kezed fordítva. Hát az is, tik itt egy superior helmet. Sem mered fölvenni. Nem mered ellopni előlem a izét, vesztett. Hú, geci, nagyon baszó módon laggolok amúgy. Miért? Ne, nem bírja a streamet ez a szar valamiért. Na nyilván ott halál jól el van vele, aztán még szarabb is. Hoppa, mozim. Milyen jó már, geci. Mindig megtaláljuk a fegyvereket, amiket akarunk. Itt kezdődik egy jó kör. De most egy M4-et akarok, az sehol sámli. Valamit magyaráz meg nekem. Hopp, ezek itt mind nyitva vannak már. Azok. Látok embert ott. Ott. Akkor ott is vannak, meg az én jelölésemen is. Még én csak annyit láttam, hogy tört az ablak. Ott van. Geci kurva anyádat, miért visszaeltem hát. Néha kell azt is. Bazd meg, szopd ki a geci. Szopad, bazd meg, megáll, elindul, megáll, elindul. Ott fut, kettő is. Kettő X-es szupresszoros MP5, geci. Mire odaért a golyó, az ember bement a házba, meg vissza kijött négyszer. Hoppá, hoppá, hoppá. Kennek? Kurva anyát. Ott van a tető. Menjünk le ide a kisboltba, te ír. Mint ha ott láttam volna embert amúgy. Rendesen. Aha, alsó szinten volt. Leugrott. Na meg is van a buzi. Itt vannak mellettünk. A kurva anyádat, itt van a teraszon, geci. Ott valahol. Mint ha jönne fő, nem? De. Kússzál le! Kússzál ide, ide! Akkor... De ne, a lépcső nem tudsz fölmenni, Toma. Bagos az a geci. Ide hozzám, kússzál. Fő nem, de lefele igen, geci. Itt jó. Csak már még a túloldalon van egy ember. Nem akartam, hogy lekenjen az ablakból, ameddig fölhúzlak. Lootoljál, geci. Itt van minden. Mondjuk az AR komp... Mi? Van minden, csak... Még sincs. A hangtompítós gecire, mert nem tudom rárakni a kurva anyádat, ja, hogy ez nem az. Hát azért, mert azon alapból hangtompesz van. Másikat kéne még... Hoppá, itt van egy izé alul. Mindegy, semmi. Üres. Szlopom.
valami, szóljál amúgy, mert én csak szívom föl, azt úgy vagyok vele, hogy cserélgetünk. Nekem sisakot kéne keresnem. Az itt volt benne a házban, jobbra. Itt az emeletemben. Vedd már a fő, Mati. Itt volt még a túloldalon egy nyomorult ember. Lehet, hogy elment innen. Kéne nézni egy új pozit, aztán oda menni. Mondjuk az ott tökéletes. Bármelyik, ami ilyen útszéli. Megyünk vámolni. Útszéli, mint mi? Ilyen ribantok? Itt egy hógeci motor. Ó, geci motor. Na, hát nekem amúgy lófaszom nincs, szóval, hogy... Világi szarlúton van, de hát nem milyen vagyok. fegyvered van? Hát van egy kalámei mozi mo mosz... Ott van két ember, geci. Nem baszom meg őket. Egyet kapott. Knock. Befejezted? Aha. Társ ott lesz valahol mellette, ott gliderezett. Tora arra fele. Látod? Igen, hármat kapott, vagy kettőt, ott volt. Kapott egyet. Még egyet? Az mögött. Halt. Gyere, menjünk loot. Nézem, mi van náluk. Gyere, fölveszlek, azt lootoljuk ki. Adjad oda, veretek ezzel. Másik nem tudom hol halt meg, geci. Hol öltük meg a másikat? Itt van, az is bazd meg. Kajak. Itt van az is báty, aha. Ja, hogy ilyen közel volt a házakhoz. Jaj. Itt egy mozin. Ó. Erős van. Erősen elgondolkodtató, hogy vegyem-e föl. Azt hiszem fölveszem. Csak ez annyi a baj, hogy van nálam most egy 8x. És azt így nem tudjuk használni. Vagy ha van nálad másik izé? Nálam van SR, azt Akkor mindjárt odaadom a 8x-et. Jó. Arra kéne tár, AR tár, nincs. De ide, ide dobtam ki. Úgy van, 762 az kéne szarásig, mert csak azt használok. Főban. Fölbandázsolok, mert nagy hílem kevés van. Nekem egyáltalán nincs nagy hílem. Egyet adok akkor. Legyen nálad is. Várj, dobom a 8x-et akkor mellé. Júj, more. Betöltöm az összes fegyvert. De ezek itt nagyon hepajkodnak. Na, arra valahol. Mondjuk jó nagy ott, fasz. Itt vannak mellettünk, bazd meg. Még egy mellette. Halt. Bazd meg, tudod mit csináltam, geci? Lecseréltem az alkát véletlenül, nem tűnt föl. És a elvégenyó volt nálam, de nem volt benne lőszer. Mert kidobtam az összes 556-ot. Ezt nem tudom, hogy hoztam össze ezt a fergeteges fegyvercserét, geci, de azt se tudtam, hogy mi történik. Van SR, Flash Hider, meg Supi. Van rá kompenzátorom, az jó lesz. Nem kell a izé? Hang Tompesz. Kell a ráknak. Mondjuk, hol? Ja, náluk van. Eltenni, elteszem. Ha befér. Enné van itt nálam. Jó, csak szétnézek ennél is. Autó. Ne lőjünk rá.
Én már majdnem kaptam. Az túl távol megy. Más megteszi. Hát tegye. Bendicset meglopok. Úgy látom, nem mindenki fogja így vissza magát. Most. Mi is a szó? Látom is az embert. Fú, de szar ezzel a 8x-el lőni, geci. Hol van? Ott. Most kúrják le. De valaki... A házba, házba. Vagy hát abba a pajtába. Ott volt bent az előm. Valaki van még ott fönn az... Megtaláltak minket, aha. Mindegy, ne felejtsük, hogy van hómobilunk. Vagy mi a faszom ez. Azzal el tudunk veretni. Igen, gyere, ki ne jöjjön ide mellénk, mert akkor fölkötöm a faszomba. Ott szaladnak ketten. Ott a ház mögött vannak. Jó, menjünk hógenyóval be a körbe, mert nagyon messze van, bazd meg. Tíget, de arra meg hamar lekenne. El tudunk kerülni balra teljesen. Azt ott basszák meg az anyjukat, ahol vannak. Erre nem tudok lőni, bazd meg. Dehogy nem. De lehet csak... Ez az MP5-tel. Nem minden fegyverrel lehet. Anyád, hogy csúszik ez a szar. Mondjuk úton megyünk vele, az azért vakmeleg, nem? Ha bírja. Azt hiszem, ezt nem itt kéne használni. Zirdir, keresztbe verte a fiú? Ők. Mondjuk remélem, itt nincsen ember. Van ott autó helyette. Az olyan, mintha el lenne torlaszolva, bazd meg. Pedig gyári. Azt nem tudtam, hogy szét lehet törni ezeket a szarokat. Hogy rombolok, geci? Ránk lőttek. Nem. De. Vagy nem. Akkor én most leszálltam. Ezt láttad, hogy visszapattantunk? Ez ja. Mi volt? És nem sebződ. Én azért sebződtem, mert leszálltam repülés közben. North, north east. Ránk lőttek? Nem. Van ott az a ház, amit előttem, de nézzünk át ott. Kicsit barátimnak tűnik. Nézzük. Itt egy DT loot, drop. Mondjuk már ki van pakolva. Ugye csak rákukkantok. Hát, ha itt hagyott valaki egy M4-et. Nem olyan biztos az, hogy ki van pakolva. AUG, Escher Suppressor, lőszer. Lőszert elhozom. Van benne 556, állultad amúgy hát, a hát. Én most tettem 556, ott van 90, viszont egyik fegyőröm se használja, hogyha eladok. Hát nekem meg csak 762-t használ. Nekem is. De egyébként lootad a ház. Csak hát jó, de most itt csak nincsenek már. Nincsenek, csak az egyik ajtó volt nyitva. Most nincs teteje. Nincs. Két hajléktalan, akik mellett eljöttünk, onnan kéne, hogy jöjjenek majd valahonnan. Hája. Backpack is full, hát akkor kiszapad a faszom. Nem megijedtem a saját árnyékomtól. Jaj! Nagy kenések vannak ott.
hogy basszam meg, hogy sose vagyunk körbe. Kecsi, tekerjünk be oda. Ott van két kicsi kis ház. Hát mehetnám gyorsabban is ezzel a szarra. Jelölésre megyünk? Igen, ide a kis házakba. Azt a kurva milyen ház. Hát jobb, mint a semmites. Mondjuk lehet, hogy a hegyre, ha fölmennénk, jobban járnánk végül. Autó. Ken is. Várjál, még nem menj ki. Hol jön? Itt az úton. Mind a kettő? Egy halt. Egy volt benne. Itt van M4-et. Ho, ho, fiú. Csak gyorsan lootolj, mert most a hegyről, ha ránk néznek, megbasznak. Ott lövöldöztek fönn. Előtt? Aha, egy 4x-et elrakok. Ha neked nem, nem kell. Nálam, bár egy rakom ki. Te kell? Tudottam, nem. Csak azt itt nem akartam itt hagyni. Csak mert a 8x nagyon közelre nem lesz jó. Na igen, és azzal nem lesz ki szkópolni. Igen. De hát így, hogy két szkópod lehet egy fegyveren, így nem probléma. Zoomolás közben a váltasz egyet le se veszi, csak átraki és ugyanúgy zoomol tovább. Azt mondod, mászunk fel itt? Á, nem. Csak pokorkemp egy fa mellett. Faszlámába. Remélhetőleg nem vesznek észre. Ezután már jönni fog a heli. Az lesz a következő szűkülés. Mondjuk én erőteljesen beültem egy fának a lombjába. És elég cigány pozim van. Geci, ma van tél első napja. Szopja ki a tél. Múltkor mikor fészíteztünk, szeverni mellett, ültem egy fánál ugyanígy, a lombja rálógott a domboldalra. Geci, négy ember elfutott mellettem kétszer is oda-vissza, és utána az egyik a négy közül az meg valahogy észrevett. Toma! Itt vannak east felől mellettem. Fölöttünk, Halt. Haltak? Halt. Itt egy négy. Mit az el? Még az volt. Nekem végem. Már? Ja, bazd meg, nokkoltak! Miért nem mondod? Jó. Íj, fiú. Most van végem. Hát, ez geci jó. Most pont előttünk lett volna Eli. Mi a tax? Főmész egyből vagy kempel? Á, nem, mert tudják, hogy itt vagyok és lőnek is. Az most nem fog bejönni. Utálok ezzel a nyomorút 4x-el lőni, bazd meg. Jobbról. De
de meg, baszta, geci. Az a baj, hogy két oldalról lőnek, bazd meg. Menj le a szakadék. Az most nem fog látni. Az már. Csak így lennék még egyet. Egyszer. Azok vannak ketten fölöttem, egy ott szembe velem. Az három, én vagyok a negyedik, és még van egy. Itt van fölötted jobbra bal. Tudom. Kettő is. Hát igen, csak ugye két irányból ülnek, 10 killel, bazd meg. Dobok egy sárgát, utána redizek, vagy mondjuk beredizek, úgyis lefoglalod a helyet. Yes. Na pia. Na, itt vagyok. Oké. Majd jelölj rám. Hát most vagy két ember jött ide, vagy négy, de ez így egész jó. Kurva sok lootunk lesz. Kurva, ugye messze vagyunk egy más lobbyfel. Igen, mert nem raktam át. Tér a superior helmet. Na, már megint kezdett? Meg csak a szutykoskaláttal látom. Hát csak jobb így, hogy ilyen nem mondik.
De utána még ne szöpődj magyarul. Akkor miért reset? Na nincs más. Ja, vágasz. Jöti, ilyes vagyok. Csak lusta vagyok enni. Aztán az jó. Nem tudom, ez a két faszkártya hol lehet. Majd mindjárt szétpattintjuk őket. Ja, nem. Ők minket. Dehogy is. Látom. Univerzális balhéba van. Egyet kapott fejre. Szétbontom az egész ajtót a házon, geci. Nehogy már itt nyitogatni kelljen. Bont szét a gyereket, hamarabb végünk vele. Hát, itt van rajtam, befejez. Háromszor lőttem fejbe a társát és nem halt meg. Ott volt, szembe az ajtóna. Kurva, nem vágom, miért nem halnak meg néha az emberek. Mondjuk én. Superior helmetem volt, geci, és szétfejelt a gyerek. Nem tudom, miért szólt nekem valamelyik gyerek a múltkor, valami ismerősöm, hogy károsabb az elektromos cigi, mint a rendes cigi. Mert hogy van valami haverja, hogy állítólag, nem tudom, az tényleg így van, hogy az embernek az életébe háromszor lehet vizet leszívni összesen a tüdejéből. Hát ez fasság. És hogy a haverjának már háromszor leszívtak, és nem elektromos cigizhet többet. Ez gyökérség. Egyébként olvastam, vagyok feliratkozva csomó ilyen izé faszom oldalra, ami ilyen orvosi cuccokkal foglalkozik. Ott írták, hogy néhány likvidben, ami ezt az ízt adja, van benne egy olyan cucc, ami szétsüti a tüdődet, abszolút megbassza. De nem mindegyikben. Mindegy, egyébként az, hogy csak háromszor lehet leszívni a tüdőből, az fasság. Hát most nem éppen a legjobb példa, de én úgy tudom, hogy Vince Dunai fatterjának egy héten keresztül szívták, nem tudom naponta hányszor. Mert neki erősen fő volt vizesedve valamitől. Meg utána googliztam útka a kíváncsiságból, hogy mit mond erre a doki villanycigére, és mond, hát azt írta, hogy 95, hát szerinti 95%-a kevésbé megbaszó, mint a rendes cigi, meg hogy a otthoni pároloktatóból több nedvesség jutott időbe. Annyit mondok erre amúgy, hogy ugye kurva sok dolognak az, hogy van-e káros hatása, nagyon-nagyon sok év után jön csak elő, ugye? Kell hozzá idő. Most az LCG az még egy olyan új dolog, hogy gyakorlatilag senki nem használja annyi ideje, senki nem használhatja annyi ideje, hogyha van is bármi olyan dolog, ami hosszú távon jönne elő miatta, akkor az úgy kiderült volna. Úgyhogy ezt még kurvára nem lehet tudni. Hát most, ha belegondolsz, hogy a faszom tudja, mikor találták fel a cigit, vagy mikor használták először. De hogy a legelső tüdőrákos ember, tegyük fel a cigi miatt, aki lett, az ki tudja hány év után jött elő. Tehát... Hát yes. Lehet, hogy végig cigizte az egész életét, bazd meg azt izé...
Épp hogy a végére lett csak tüdőrákos. Tudja, majd kiderül. De amúgy csak így végig gondolva szerintem nem annyira gyilkos, mint a rendes cigi, mert itt nincsen a konkrét kátrány. Van helyette más. Meg hát, nincsen rendes füst. Mondjuk annyi, hogy a pára az ugye vízben, vagy na részben víz. És hát tüdőben nem nagyon kéne víznek jutni. Az a kérdés, mennyire csapódik ott le, vagy mennyire maradott meg. Hát jó. Van egy mozdimom. Fasza, nekem is. Tér, akkor sniper team. Cségóba meg 1.6-ban, no scope. Ezen kívül semmi nincs. Látom az embert univerzális balhé háztető. Meg akkor sem emesztem. Jövök. Máshol is lőttek. Jó, hílelek. Az egyik nokkos fönn a tetőn. Az univerzális házban vannak? Ott vannak fönn a tetején. Jó, kecén meg itt szaladgálják a kisboltnál. Ott annak vannak a tetején fönn. Bár szerintem már lemászott, mióta knokkoltam. Nagyon szétpumpáltam a gyereket, geci. De hol van, he? Ott oldalt az ablaknál. Olyan messze, geci. Nem, itt előttünk, ja, a piros gyere. Ház. Még mindig kint van a tetőn a faszopó. Ott van, láttam a fejét. Belem van elfoglalva, he. Jó, én nem píkelek rá. Kenni. Nem, nem. Hátul kiugrok, átmegyek másik házba. Máshonnan píkelek rá, mert az a helyzet, hogy... Nem. Itt van lent. Földszinti. Knok. Földszinti? Igen. Most ment főhúzni. Rá kéne menni szerintem. Nyitott be az ajtót, Geti. Kap még egyet, Geti. Az jó, már még nekem is van. Hülye fasz. Cigány, gecik. De nem volt valami M4 vagy valami más szar. Ledobom a mozint. Nekem már van. 8x-et vigyed, papa. Van. Akkor viszem én. Tele vagyok megint. 5.56-ot dobok le. Jó neked, hogy tele vagy. Meg itt koplalok, pazd meg. Szia, dobáltam az összes négy, de most már nincs többe. Geci, abba 5.56 kell? Faszom, akkor veszek föl. Faszom, hogy nincs itt egy normális fegyver. Megnézem, hogy mi zolt hátul. Utána leveredhetünk oda. Akkor neked van 8x-ed, ugye? Aha.
Szétadom a Superior Vestet. Szárommal veretjük. Micsoda sebességek, mi? Ott repül két köcsög. Talán pont arra lőnek, amerre megyünk. Igen, valószínűleg a házaknál amúgy. Igen, M4-jel lőttek a házaknak. Vagy nem? De nem tudom, baszott, full olyan volt. Ott áll autó. Szerintem az nem szó. Mindegy, én ide befutottam. Ezek állítodok. Igen, csutkára minden. A muternek kocsia mindig úgy befagy az ajtó, nem lehet kinyitni, azt mindig be kell mászni hátulról előre. Kajaggeti. Aha. Az vakmeneg. És hiába fújtam be szilikon sprayvel, az meg ugyanúgy befagy. Most fogom, hazajön. Mindigre talán kiolvad, az meg kell nem zsírra a geci a gumi. Zsír azért viccesen, de megfagyna. Hát igen. Úgy vagyok rá egy ilyen vékony zsírrétege. Na mehetünk is. Mondjuk oda be. Átmennék ennek a domnak a jobb oldalára, ameddig nem lőnek ránk. Tegnap is errefele szűkött. Nem rémlik. Tegnap egyet nyertünk, ugye? Azt hiszem, ja. Amikor... Ja, az nem az volt, amikor random felszaladtam a gépbe. Tegnap nem is nyertünk.
De egy biztos volt. Geci sem emlékszik. Itt kentük le a gyereket a házból, egyedül. Amikor itt a kerítés tövén baszta a rezet. Ja. És utána, ott azon a hegyen basztak meg. Mhm. A ház az looted. Hát ki gondolta volna, hogy egy bot gecit fog kempelni. Fasz meg! Basztalak szíved. Hogy ordította? Hát a gecit... Kemp... Kurva! Mi is ugyanezt tudtuk csinálni, nem érdekel. Jó, azért én ilyen mocskos módon nem szeretek kempelni. Ez mindenek a legalja, amikor ott ülsz egy házban, megvárod, hogy bejöjjenek, és akkor lövöd le. Én azért az ablakból szoktam tartani, és még ott kint lelövöm. De... Hallod, nagyon beszartam amúgy. Miért? Össze-vissza rángattam az egeret, azt se tudtam, hogy mit lövök. Hát, két telefonszámlám van, gett. Kíváncsi vagyok arra a lett szalagra, egyszer megérkezik, mondjuk jövőre. Honnan rendelted? AliExpress. Hát akkor ez egy ilyen két hét szokott lenni. Több tényleg nem nagyobb. Nekem az is több szokott itt lenni, van putri itt a izé postás, vagy itt Magyarországon, Póton. Ja. Na, nincs elég alkalmazott, és izé. Egy héten kb. Egyszer jön a postás. És akkor is, este, a saját autójával. Ez igen. Gondolom fizetik neki az üzemanyagot. Egy dízel 3-as BMW-vel, a régi E36-a. Az a postás, geci, BMW-vel hordja, az igen. Aztán szokott tenni a gyereke vele, két kis gyereke van. És akkor azok dobálja be a posta ládába a levelet. Komoly. Van egy ilyen G valami. Mondjuk lehet nem kéne ledobni. Egy M4-em. Na most hal mindenki tőlem geci. Ja nem. Én megint széttúrok valakit ezzel. Az előbb nagyon durván lekentem a gyereket. Nagyon csúnyán megpirítok valakit ezzel az M4-gyel, úgy érzem. Te láttál már embert? Nem. Újra kéne Máci bárki. Én lövök. Máci sombrét? Igen, ott van. Most megy be a bal héházba. De laggol a gyerek, mint a szar. Össze-vissza csúszkál.
Megállt a levegőben, aztán előre ugrott egy ilyen fél métert. Azt mondjuk, hogy tudod ellőni? Azt néddel. Ugye adok én neki olyan nédet. Az is jó, hogy amikor felveszed a izét, nagyobb tárat, akkor instant betölti magát. Igen. Ez most kérelő? Mit van egy M4? Azt el kéne raknom. Hozzám? Hát, átmegyek még most érte, mert közel vagyok. Csak mert semmi ARM nincsen. Egyedül ez a DMR van nála. Itt van. Kösz. Lőszer? Hát az abonyba. Mennyi kell? Hát, mit tudom. Majd 120 összesen, adok 40-et. Jó, tökéletes. Menjünk le, mizit, kisboltba. 556-é leugrunk. Hol van? Ott van benne a kisboltban. Benne van a boltba? Igen. Nébelted? Aha. De vissza befutott. Úgy szállom túl oldal. Más van, nem is. Igen, az lesz a probléma. El van egy. Kétszer el van fejelve. Lehet, hogy kiugrott és jön át? Na, hallom valahol. Ez még benn van a kisboltban. Ott ugrott ki valaki kétéből. Balé hátterzeim van, átszaladt a túloldalára. Az mondjuk nekem baj, ha itt maradok kint. Hílelek. Valaki nédelt jobbról. Ilyen ízt felől. Smoke-ot is dobtak ide az út közepére, de hogy miért? Ezt tartom, de nem értem meg. Rá kéne kerülni onnan. Itt van még a kisbolt. Ez két team itt fajtónak a kisboltnál. Egyet knokkoltam, azt befejezték. Egy meg még van a kisbolton kívül, úgyhogy vigyázz, Toma. Van itt még egy kisbányára. Ott van az ablakban a fejeket. Mice? Verébb egy nédet. Nincs több. Kó, Rambó János. Most tényleg lootol? Szerintem engem pakol. Nem mered kidugni a fejed. Csicska vagy hozzá, hogy kinéz. És ott mászka. Jaj! Kifogytam! Nem tudom, de ezek ketten voltak és csak húzta az időt a társának. Én meg azt hittem, hogy egyedül van. De amúgy meg a társa miért a világ másik feléről jött hátba? Jó kérdés. Az se volt rossz, hogy elkezdtél lőni, azt nem volt mivel. Hát igen. Próbáljuk meg azt, hogy ugyanez a város, csak máshova. Ja, másik részére? Hát például oda az univerzális balhé fele. Fű, középre, jó. Hát nem, de én mindig bal kettőt, vagy hogy mondjam, a bal oldalra mentünk, most mondjuk a jobb oldalra.
Ring of Elysium, baby! Hogy lehet ilyen nevet adni egy játéknak, Keci? Nem tudom. De ez mit jelent egyébként? Szerintem semmit. Csak nem jutott jobb eszükbe. Ez olyan, mint a PUBG. Józsi, mondjam már egy nevet, he! Ez olyan, mint a PUBG, hogy elnevezte saját magáról a készítő, vagyis a kitaláló. Mert? Hát már a PlayerUnknown az a... Hogy hívják a palit? Hú, várja. Valami green... Na mindegy, a csávónak a nickname-je, a játékos neve az PlayerUnknown. Tehát az róla van elnevezve a játék igazából. Kéne PUBG-zni is. Kéne. Hát nyomjunk még ebből egyet-kettőt, hát ezt lenyomjuk, aztán meglátjuk, hogy végzünk vele. Ott utána én lemegyek reggelizni. Mondjuk lehet követtem. Reggelizni 1:30-kor. Lesz az 2 is. Én bemegyek rögtön a balhéba. Csak. Ja, én nem. Én itt ezeket kipattintom gyorsan. Húhú, Toma, itt van egy csomó fegyver. Mi? Nekem csak famaszom van, hát. Hát, nekem famasz, meg szupresszoros MP5. Hú, itt egy AK. Azt a famaszra lecserélem. Jönnek át hozzám. Ha jól hallom. Nem azt mondom, hogy nem tudok lőni, de azért Red Dot-tal szar lesz. Vagyis Red Dot nélkül. Mozi, ma megbaszok mindenki. Itt már megy a balhé. Nálad? Jobbra mellettem a putriban van a gyerek. Anyádat. Arra nem látom. Csönd? Társa alattam van. Itt van alattam a társa. Egy knock a putriban. A társa néded föl rám. Laggolok és egyszerűen nem tudom ellőni. Jön rád, jön rád! Szép. Laggoltam és nem tudtam utána húzni a célkeresztet. Hú, faszom, meghaltál. Ja. Na, geci. Akkor gyorsan lerecsintem őket, aztán is megdöglök. De jött még valaki? Nem, biztos, hogy jöttek még, mert ez csak két ember volt. Ott volt mögötte a társa is, nem? Ja, fut be alád. Bent van. Én meg kint. Leugrott, jön. Szép. Ez a fegyver az nagyon csicskitós így. Ez közelre jó amúgy, de ha van rajta grippe, kompi, akkor még jobb. Nem van rajta minden. Igen? Hát akkor azért. Ja, csak ott nincs. Mert így viszont így nagyon cigány X-el, azt nem szeretem. Ezeknek se volt semmi rendes fegyverű. Tehát akkor én most itt kiürítettem az egész izét, bazd meg. Ez azért nekem nem jó, én megyek enni. Bemegyek a tömegbe, bazd meg. Mennyi? Nálam volt AK meg MP-t szupresszóra. Az
puziknak való. Meg akarok dögleni gyorsan, nem, azért nem fullozom mit ki magam. Hova menjünk, ahol sokan lehetnek? Tudja, vér. Mondtam. Kéne, ha mi árgányt tudjak veretni vele ezerrel. Úgyis van egy olyan missionem, hogy izéljek, snowboardozzak 5 kilométer. Hát az most bőven meg lesz. Csak az a baj, hogy az egyhuzamba kell 5 kilométer. Igen? Mhm. Akkor veressed. Még beérsz a nagyvárosba, szerintem az bőven lesz annyi, hogyha végig snowboarddal vereted. Hogyha megyek, mit tudom én, másik városba. Máté írt, hogy megyünk-e PUBG-zni. Lehet, hogy én akkor most nem nézem végig, hanem elmegyek kajálni. Ott egy gyerek. Aha. Na figyeld, figyeld! Jaj, geci! Hát halt-e? Miért nem tud ellőni? Jújjúj! Gyere, de cigány gyerek! Hílej! Kurva anyádat, hogy nem halsz már meg. Társa azt tudta, itt van valamelyik másik házban. Ja. Nem volt nagyon bot a gyerek. Jó nekem. Írok akkor Máté. Írok Máténak, hogy kaja után izi. PUBG-zünk akkor? Aha.
most fogom lekenni a verját. Vagyis hát inkább úgy mondom, most fogok megdögleni. Hoppá! Hoppá! Hoppá, ez a fű, ez csak itt állt. Úgy érzem, ez beleszaladt egy leütésesbe. Hát ez elég masszív leütésesbe szaladt bele. Kon. Na. Alári ez a famot. Nincs velem bírás. Nincs velem bírás, bazd meg. Hallott? Nincs velem bírás! Kiléptél már? Na. Mi az, hogy nem fér el nálam több cucc? Csinálok egy rántottát, majd mindjárt megdöglök. Azon nem látok soha egy enemy. Kit lekenhetnénk. Itt egy izé. Hát egy... rohadt nagy sűrű csirke. Yes. Mikor akarják ezt már lecserélni? Hoppá. Mi van benne? M200. Ajjaj. 8x szemek tépve. Jobbra jön egy jármű. Hallom. Ezekre a dropra jönnek szerintem. Na, nem. Megállt. Felül. Bazd meg, ott hagytam a 8x-t. Nem is volt hozzá. Ott áll az autó mellett a gyerek. Nem is volt hozzá 8x-e. Mi? Ott hagyta a társat! Kicsi, nincs arra a scope, semmi nincs arra a szarra. Ez mondjuk úgy elég meredek lesz. Valóban. Az anyádat. Csapazunk. Fú, tegnap nem is mondtam, miért kentem a VM-be. PUBG-n? Aha.
kiszedtünk két dropot, mind a kettőt ránk dobta. Szétlőttünk mindenkit, azt a végén egyedül maradtam. Volt jobbra egy ember 110, balra vissza, a sárga ház mögötti dombon. Följebb, ott a domb balra lefele van. Ott. Még egy van jobbra mögötte. Ezek nagyon tryhardok. Be fognak menni a nagy emeletesbe előtte. Még smoke-olnak. Jobbra fut alád. Itt van már alattad. Új cigány be. Nehogy benédeljenek. Azt hiszik szerintem a másik házban, ugye már ott voltam. Melletted lévő házban most ment be, jobbra. Emeletem volt az ablakban. Ott, ott. Hello. Tuti tudják amúgy, hogy itt vagy. Csak meghallották, hogy lépkedsz. De látod meg. Még most nézem, hogy ott egy óriási hóember. Balra az úton. Aha. Kim van az erkélyen? Talán, hogy valahol itt bassza az anyját, de nem látom. Emelet fönn, a... igen, tető, nem is emelet. Balra kint az úton. Gyönyörű. Fal mögött. Bement. Tuti. Csak tartsad, hogy ne tudjon átjönni főhúzni a társat. Emeletem van ablakban. Júj, Toma. Simán le tudod kenni, csak pékelj rá izével, mozinna. Simán fejbe tudod lőni. Csak az a baj, már nem látom. Ott lesz az még, valahol. Emelet, 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 legfőső. Mondom, hogy a sötét ablakokban nyitva látok semmit, anyádat tapasd. Vágom. Ott van. A váll, az a, nem, az a válla ott áll az ablakban, a narancssárga. Én szerintem miket észre? Várd meg, ameddig kidugja a fejét, amikor a vállát látod. Kapta. Az most healelni fog. Menj át másik házba addig. Ó, ott keresztbe. Pont nem adja ki. Bazd meg. Fátó nem lát.
Tuszi, hogy ugyanott van. Mondjuk ő nincsen körben, de most te se. Ujjaj. Kb. Mennyi idő még kajász? 10 perc, 4 óra. Akkor is idegesít, hogy hol van ez a kis fasz. Az átfutott egy házzal odébb, tuti. Pozizott. Ott a dombon a gyerek fut a helihez. Mekkora kokit kaptál. Ja, na menjünk kajálni azt utána, akkor PUBG. Jó van. Ez az milyen játék, amiben nem működik az Alt F4?